Így nézett ki a Gemenci erdő néhány nappal ezelőtt. 720 cm letetőzött a Duna és elöntötte az ártéri erdőt. A folyó visszavonulása után a mélyebben fekvő területek ma is víz alatt állnak, ami kiváló a szúnyog populáció kikelésének. Másodpercek alatt lepik el a vérszívók a sétálókat, de nem kimélik az erdő fiatal állományát sem. Megjelentek a szokásos pocsolyák, megteltek a kubikgödrök, amik csak a nagy melegtől párolgás és a talajvizen keresztül fognak kiszáradni, amelyek pedig a szúnyognak ugye bölcsői. És most azt lehet mondani, hogy egy hete kikelte az első szúnyog generáció, és mivel a frissen kikeltek, azok mindig igen agresszívek szoktak lenni, most már lassan az elviselhetetlenség határán mozog a szúnyognak a mennyisége. Nem csak az erdő közelében elviselhetetlen a helyzet. A víz közeli településeken élők is szenvednek. Bogyiszlón ugyan van saját írtóberendezés, de annak használata engedélyhez kötött. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által elrendelt szúnyoggyérítésnek része vagyunk. Csak még nem tudom pontosan, mikor fog történni a szúnyoggyérítés. Fölvetem a kapcsolatot dr. Balázs Gáborral, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei vezetőjével, és mondta, hogy ő most ezt meg fogja sürgetni az országos igazgatóságnál, főigazgatóságnál, és akkor fog kapni 48 órán belül választ arra, hogy mikor történik nálunk a szúnyoggyérítés. A gyérítést a Katasztrófavédelem Országos Parancsnoksága szervezi. A szervezet honlapján az áll, hogy 156 településen végeznek gyérítést a meghatározott ütemezés szerint. Június 10 és 16 között nem szerepel a környékbeni település az írtási programban. Szekszárdon várhatóan a jövő hét folyamán kerül majd sor a szúnyogírtásra. Ha ez nem lenne elegendő, úgy a polgármesteri hivatal külön írtást rendel majd meg